Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, hágyom meg minket az úr. Ezen a héten a feltámadás tanúiról elmélkedünk, és ma egy újabb személyt veszünk elő, és az a személy nem más, mint Péter. Számomra az ő bizonyságtétele, és az ő élettörténete a legelgondolkodtatóbb, és legnagyobb bizonyosságot adja annak tekintetében, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. Ő maga később így ír levelében arról az eseményről, amely az ő életét is megváltoztatta. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, aki által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Egész életének és tanításának a központi gondolata volt a Jézus Krisztussal való találkozása, feltámadása után, és mindenütt, amerre járt, arról beszélt, hogy ő találkozott ezzel a megváltó Jézus Krisztussal, már pünköstkor is így prédikált Péter azt, aki Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek, de őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Péter élete igazából akkor változott, amikor Jézus megkereste őt személyesen feltámadása után nem azon a napon, amikor húsvét vasárnapján feltámadt, hanem egy kicsivel később, néhány nappal később a Galileai tó partján, amikor Péter még annak ellenére, hogy már tudta az, hogy Jézus nem maradt a sírba, mégis valami gyötörte őt. Az gyötörte, hogy nagypénteken elárulta a mestert, megtagadta őt, háromszor megtagadta őt és ezek után olyan gondolatok kínozták, hogy vajon méltó lehető még arra, hogy Jézus tanítványa legyen, vajon szereti -e őt a Mester, vagy lemondott már róla. És akkor, amikor Jézus pontosan tudta, hogy mi ment végbe Péterben, akkor Pétert személyesen is megkereste. A János Evangélium 21. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet, amikor Jézus újból egy kudarcos halászat után szólítja meg Pétert, és aztán, amikor a parton össze is találkoznak, akkor Pétert megkérdezi, hogy Péter, szeretsz te engem? És ezt a kérdést nem csak egyszer teszi föl számára, hanem háromszor teszi fel. És Péter pontosan tudja, hogy mi van-e kérdés mögött. Pontosan tudja, hogy azért kérdezi háromszor, mert hogy háromszor történt a tagadás. És amikor ezt hallja, akkor összetörik, és elsírja magát, és azt mondja Jézusnak, hogy Jézus pontosan tudott, hogy én szeretlek téged. És akkor Jézus azt mondja, hogy nincs semmi baj, megbocsátattak a bűnei. És újból megismétli az ő elhívását, és rábízza az egyházat, rábízza a tanítványokat, rábízza a missziót, és azt mondja, hogy legeltest az én bárányaimat. Milyen csodálatos történet. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor Péter megmaradt volna az az ember, aki saját tagadása miatt önvádaskodásban éli le egész életét, akkor nem lett volna ő az apostolok fejedelme, akkor nem lett volna ő az, aki kiáll pünköstkor, és több ezer ember előtt tett bizonyságot arról, hogy, hogy találkozott a feltámadt Jézussal, és hogy az emberek térjenek meg, akkor nem lett volna az, aki később lett. Péter, Péter néhány évtizeddel később majd az életét is adja a megváltó Jézusért. Rómában, amikor elfogják a Néro császárféle üldözésben, akkor kiáll, kitart az ő bizonyság tétele mellett, hogy igenis Jézus feltámadt. És ennek a, a büntetése az volt, hogy őt is keresztre feszítették, és ráadásul nem úgy, ahogyan Jézust, hanem fejjel lefelé. Vajon vállalta volna -e Péter ezt a fájdalmas kínhalált, hogyha nem lett volna meg a bizonyossága arról, hogy Jézus él. Ma Péterről elmélkedtünk, és vajon hiszünk-e Péter bizonságtételének? Meggyőző-e számunkra az, hogy Péter valóban találkozott Jézussal, a feltámadottal, és mindaz, amit róla mondott, az igaz. Hogyha igaz, akkor mi is higgyünk a feltámadott úrban. Amen.